üdvözlöm a sajtó képviselőit, és mindjárt neki is fogunk témáinknak, ahogy felvezettem, Németh Gabriella, az MKP szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöke tájékoztat a legaktuálisabb szociális kérdésekről. Tessék! Köszönöm szépen mindenkinek, szép jó napot kívánok még egyszer. Amint az előbb itt már elmondtam, annak kapcsán, hogy a munkaszociális és családügyi hivatal augusztusban tárcaközi egyeztetésre utalta a 448/2008-as szociális szolgáltatásokról szóló törvény módosításának javaslatát. A Magyar Közösség pártja jogi szempontból véleményezte ezt a javaslatot. Szeretnénk a meglátásainkat és javaslatainkat ezúton is nyilvánosságra hozni, amelyeket három programkörben, három csoportban tudnék meghatározni. Az egyik a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolásának az elősegítése, a második a szociális szolgáltatások finanszírozásának megoldása, valamint a bölcsődei ellátással kapcsolatos javaslatok véleményezése. Köztudott, hogy a Magyar Közösség pártja a foglalkoztatás növelésére már huzamosabb ideje követeli az esélyegyenlőséget, a nemek közti bérkülönbségek felszámolását, a kisgyermekes szülők mielőbbi munkapiacra való visszatérésének elősegítését célzó intézkedések bevezetését. A családközpontú foglalkoztatáspolitika szellemében szükségesnek tartjuk a családi és munkahelyi kötelességek összehangolásának nagyobb mértékű elősegítését. Az eddig gyakorlattá vált ad-hoc intézkedések és megoldások helyett a kisgyermekes munkavállalóknak az állam által garantálni kell egy széleskörű bölcsődei és óvodai ellátást biztosító megoldást, amelynek a finanszírozása alól sem bújhatnak ki. Ezért is örömmel fogadta az MKP, hogy a törvényhozás kezdeményezte egy a kisgyermekes családokon segítő módosító javaslat kidolgozását, ami leginkább a három év alatti gyermeket nevelő szülőket érintené, mégpedig elősegítené a családi és a munkahelyi kötelességek összehangolását, és ezáltal az ő hamarabbi visszatérésüket a munkapiacra. Sajnálattal kellett azonban megállapítanunk, hogy ezt a javaslatot a szociális szolgáltatásokról szóló törvény keretén belül akarják végrehajtani, és ezáltal a bölcsődei ellátást szociális szolgáltatásként tüntetik fel. Tekintettel arra, hogy pici gyerekekről van szó, és ez az ellátás általában eddig mindig az egészségügy kötelékébe tartozott, nem tartjuk ezt a módosítást jó ötletnek. Ezen felül viszont azt is el kell mondani, hogy módosítják ugyan a 448/2008-as törvényt, de az általános átfogó nagy módosító javaslatra még mindig nem került sor, annak ellenére, hogy a Szociális Szolgáltatók Szövetségének platformja, illetve a civil szolgáltatók közösen az önkormányzatokkal már több éve sürgetik ennek a törvénynek a szükségességét és módosítását. Sajnos ismételten 2017-re tolódott ki a módosító javaslat elkészítése. A szociális szolgáltatást nyújtó non-profit szervezetek már több mint 6 éve küszködnek az ellátás minőségi biztosításával, abból kifolyólag, hogy ezeket a szolgáltatásokat finanszírozó megyei önkormányzatok nem mindannyian a törvény értelmében végzik. Vannak megyei önkormányzatok, amelyek úgy finanszírozzák ezeket a szolgáltatásokat, hogy ne legyen különbség a megyei fenntartású, illetve a közintézményekben elhelyezett kliensek és a civil szervezetek által nyújtott szolgáltatók között, de sajnos vannak önkormányzatok, amelyek ezt a finanszírozást nem ilyen módon oldják meg, hanem kisebb mértékben támogatják a non-profit szolgáltatókat, mint a saját intézményeiket. Tehát ezért is sürgeti a Szociális Szolgáltatások Igazságos Finanszírozásáért platform is mielőbb a törvénymódosítás kidolgozását.
Az említett módosító javaslat nem foglalkozik egyáltalán a szociális szolgáltatások fenntarthatóságával, tartós finanszírozásával, azáltal, hogy két új szolgáltatási forma kerül be a törvénybe, nagy a valószínűsége annak, hogy erre a két új szolgáltatásra sem fog pénz jutni állami költségvetésben, költségvetésből bizonyára, hogy nem, és teljes mértékben az önkormányzatok helyi és regionális szinten lesznek ezzel a kötelességgel is leterhelve. A több forrásos finanszírozásról szóló résznél szeretném aláhúzni, hogy amennyiben a törvényhozás és a minisztérium komolyan gondolja, hogy a több forrásos finanszírozási rendszert akarnak bevezetni, legalább a rászorultsági hozzájárulást már ez a módosító javaslat is tartalmazhatná, annál is inkább, hogy erről több egyeztetés folyik már az elmúlt választási időszak óta, hiszen a minisztérium élén nem történt változás. Államtitkári szinten ugyan változott az államtitkár személye, de a miniszter ugyanaz, tehát az eddig lefolytatott tárgyalások és azoknak eredményei alapján már elkészülhetett volna az a javaslat, amely segítene a non-profit szervezeteknek és természetesen az önkormányzatoknak és a finanszírozás terén. Térjünk azonban vissza a jelenlegi törvénymódosításhoz, amely a családi és munkahelyi kötelességek összehangolása terén szeretné segíteni a 3 év alatt gyermeket nevelő családokat. Két új forma kerül bevezetésre. Az egyik a gyermekről való személyes gondoskodást helyettesítő ellátás, a másik pedig az úgynevezett bölcsődei ellátás. Mind a két új szolgáltatási formánál több hiányosság és pontatlanság került a törvény módosító javaslatba. Ezeket a Magyar Közösség Pártja jogi szempontból elemezte, véleményezte. Megküldjük ezeket az észrevételeinket a Parlament Szociális Bizottságának, hogy ezeket próbálja meg orvosolni és beledolgozni a módosító javaslatba. A regisztrációnál például, ha csak azt említem, hogy mint szociális szolgáltatást kell regisztrálni ezt a két új formát, amelynél a megyei önkormányzatokra jelentős kiadás fog hárulni, ugyanis biztosítaniuk kell a személyi feltételeket, a helységet, az anyagi, a materiális felszerelését ezeknek az irodahelységeknek, viszont a törvény módosító javaslat nem számol azzal, hogy erre állami költségvetésből esetleg a megyei önkormányzatok fedezetet kaphatnának. Továbbá tekintettel arra, hogy szociális szolgáltatásról van szó, a törvényből kifolyólag ezeket a szolgáltatásokat finanszírozhatja a helyi és a megyei önkormányzat is, de a kompetenciák nem világosak, ugyanis az eddigi szociális szolgáltatásoknál a rászorultság alapján az első és a negyedik kategóriába sorolt rászorulókat a helyi és a városi önkormányzatok biztosítják, viszont az ötödik és a hatodik csoportba tartozók számára a szociális szolgáltatást a megyei hivatalok. Ennél a két új formánál ez nem egyértelmű, hogy kinek a hatáskörébe fog kerülni ez a két szolgáltatás, és az sem mellékes, hogy ki fogja ellenőrizni a feltételeket, hogy ezek a szolgáltatások olyan minőségben és mennyiségben kerüljenek megvalósításra, ahogy arra a törvényalkotó gondolt. Van tehát egy törvényjavaslatunk, amely megint merem állítani, hogy nem fog sok dologban javítani. Nincs átgondolva a kormány nagy csinnadrattával bejelentette, mennyire fog segíteni a fiatal családoknak, de a finanszírozást már áthárította az önkormányzatokra. A másik téma, amiről szólni szeretnék, nem kerülhetjük meg az elmúlt hetekben a médiában nagy figyelmet kapó Galántai Reszociális Intézetben történt eseményeket.
fontosnak tartom, hogy erről is szóljunk, annál is inkább, mert a Magyar Közösség Pártja elutasít minden nemű erőszakot, legyenek azok kiskorúak, nők, illetve az idősek kárára elkövetett erőszak, és szükségét érezzük annak, hogy ezt az ilyen hozzáállást visszautasítsuk. Arra, hogy a Galántai intézetben történt-e törvénysértés, illetve bűncselekmény, ezt nem vagyunk hivatottak mi eldönteni, de rá szeretnénk mutatni arra, melyek azok a hiányosságok, amelyek lehetővé tették, hogy az eset megtörténhessék. A három szerv is végezhet ellenőrzéseket ezekben az intézményekben, a minisztérium, a munkahivatal és a megyei önkormányzatok. Meggyőződésem, hogy a minisztérium akkreditációs bizottsága által kiadott engedélyt, akkreditációt nem csak kiadni kell, hanem ezt következetesen ellenőrizni is kellene. Ez úgy gondolom, hogy ebben a konkrét esetben elmaradt, és általában is megállapítható, hogy ezek az ellenőrzések az akkreditációs bizottság részéről vagy nem történtek meg, vagy nem kellő mértékben. A minisztériumnak továbbá véleményünk szerint jogilag kötelessége kellene, hogy legyen a reszocializációs akciótervek kiértékelése, a gyermek és ifjúság védelem és a szociális felügyeletről szóló törvényen keresztül, ami pillanatnyilag nem szerepel ebben a törvényben. A hatályos törvények értelmében a munkaszociális és családügyi hivatal létrehozhat olyan munkahelyeket, amelyek a kapcsolatot tartják az ilyen intézményekben elhelyezett kliensekkel. Figyelik, beállt-e javulás a rászoruló egészségi állapotában, hogy reagál az egyes terápiákra, javult-e az állapota, miképpen dolgoznak vele a szakemberek. Sajnos ez a kapcsolattartás szintén nem kellő mértékű, ugyanis sok esetben a munkahivatal szakemberei leterheltek, és ezek az ellenőrzések csak felületesen kerülnek elvégzésre. Ez bizonyítja az is, hogy a galántai eset 2 évvel azután került nyilvánosságra, ha tulajdonképpen megtörtént. A harmadik szerv, amely ellenőrizheti ezeket az intézményeket, azok a megyei hivatalok, amelyek az általános érvényű rendeleteiken keresztül finanszírozzák ezeket a szolgáltatásokat. Itt az ellenőrzések egy meghatározott harmonogram szerint megtörténnek ugyan, de tapasztalatból tudjuk, hogy általában csak adminisztratív hibákra, illetve a dokumentáció hiányosságára mutatnak rá ezek az ellenőrzések. Engedjék meg, hogy még, mint Pozsony megye alelnöke is hozzászóljak ehhez a témához, ugyanis a megyei önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy azokban az intézményekben, ahol leginkább kiskorúakkal foglalkoznak, olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek megakadályozzák a rászorulók és az ott elhelyezésre kerülők bármi nemű bántalmazását. Amint az eset napvilágra került, Pozsony megye létrehozott egy weboldalt, mégpedig a www.natasa.help címszó alatt, valamint egy telefonos segélyvonalat a 0911-523-026-os telefonszámon, ahova nem csak telefonálni, hanem SMS-t küldeni is lehet. Ezeken az elérhetőségeken minden kliens, aki igénybe veszi Pozsony megye területén az intézményeket, legyenek azok megyei fenntartásban vagy non-profit szervezetek által működtetve, be tudják jelenteni, ha olyan dolgot észlelnek, amely nincs összhangban az intézmény működésével, illetve ha az ő sérelmükre bármi nemű erőszak vagy erőszakos cselekmény kerül elkövetésre. Tehát szeretném ezt mindenkinek a figyelmébe ajánlani, ezeken az elérhetőségeken Pozsony megye állandó, úgymondani forró vonalat hozott létre, ahol fogadni tudjuk a hívásokat. Ez a vonal természetesen ingyenes. Amint már mondtam, minden nemű erőszakot elutasítunk,
és követeljük, hogy hatékony jogi és preventív ellenőrző mechanizmusok kerüljenek be a ma hatályos törvényekbe. Köszönöm szépen! Köszönöm.